a Rima Szombati Tompa Virágai nevű együttes műsorával vette kezdetét az Ulmi Képtár ünnepélyes megnyitója. A felvidéki gimnazisták és tanárnőjük megzenésített verseket adtak elő hangszeres kísérettel. Az ötlet, hogy az olvasó ruhatárának falait művészeti alkotások díszítsék, Demes Ferenctől származik. A helyi alkotó az egyik rendezvény alkalmával vette észre, hogy sok az üres falfelület a ruhatárban, és sok alkotótársának műveit nem láthatja a lakosság. Elképzelésével az intézmény igazgatóját kereste fel, aki nyitott volt a kezdeményezésre. Azt mondom, szerencsések vagyunk, hiszen a kultúra tárháza oly gazdag, hogy az újszerűséget mindenkor meg lehet találni. De mint ez a mai délután is, a múltból táplálkozik, a hagyományápolásról soha-soha nem szeretnénk lemondani, de mindig keressük a megújulás lehetőségét. Sok éves hagyományra tekint vissza az ózdi festőtábor, amely alkotásait eddig csak pár órán át csodálhatta meg a helyi közönség. Most az Ulmi Képtárban egy évig láthatják az érdeklődők a képeket. Gazdagíthatjuk a saját ózdi művészetünkkel, a festőtársaimmal együtt a falakat, mert hiszen a kép az arra való, hogy szögre akasszuk és díszítse a falakat. Az alkotások között találunk csendéleteket, tájképeket, valamint a város részeit bemutató képeket is, amelyek különböző technikákkal készültek. Thank you.
napja.